Azt mondja, egyszer annyira depressziós voltam, hogy elhatároztam, leugrom a 10. emeletről. Erre hoztak egy lelkészt, aki azt mondta, elkészülni, vigyázz! Ez nem ide tartozik, de ez szörnyű, de én laktam egy olyan házban, ahol minden évben egy vagy két ember kiugrott. Igen. És a Juci még él. Igen, ez egy ilyen ház. Olyan én nem szoktam egy ilyen házban lakni, én pont a szomszéd lakást akartam megvenni, sosem felejtem el. Szerettél volna már kiugrani végre. Évekig nem szóltam a feleségemhez, nem akartam félbeszakítani. Ma hoztam mindenre. És ahogy így elnézem, ezek mennek majd most már. Igen. Szépen menjél tovább. Nem is lesznek hírek, csak neked lesz egy önálló estet. És akkor egy önéletrajz. Nagyon csúnya vagyok. Az apám azt a gyermekfényképet mutogatta mindenkinek, amit a pénztárcájával együtt adtak. De ez egy ilyen önéletrajzi írás? Ilyen kacsintós. Hogy azért nem igaz. Volt ilyen pénztárca. Voltam pénztárca. Meg a Moncsicsi baba is ilyen. Rászorulók, karitatív szervezetek, önkormányzatok kaphatják meg azokat a feleslegessé vált honvédségi anyagokat, amelyekkel nem tud mit kezdeni a hadsereg. Nagyobb gondot okoz a több százezer tonna haditechnikai eszköz, lőszer vagy a több száz T-55-ös harckocsi. Már nem veszek semmit elő, csak kitaláltam egy apró módosítást. Ugye? Így hívják, ugye? Ugye? Na. Én nem látok. Magyar Honvédség. Az új nevét. Mi? Új nevet kell. Nagyon kreatív vagy mostában. Rajzolsz, hozol minden kelléket. Büszke vagyok rá. Ma remélem, amikor mész innen el az RTL klubból, akkor nem a feleséget fogja cipelni, azt a marha nagy nejlon zacskót, amivel ezeket. A kommunikációról csak egy mondat, a Kövér elnevezte a miniszterelnököt, azt mondta, hogy Megyesi a Kárpátok cicerója. És gondoltam, akkor a Kövér a Bakony doktor Kotásza, nem? Csak onnan jutott eszembe, hogy tegnap előtt az ünnepen a Tanút vetítették századszor. Igen. De nem tudom megudni azt a filmet nem soha. Fel. Azt a Tanút nem is lehet megmondani. Igaz? Yeah. Még egyet. Orbán Viktor volt a... Doktor Kotya! Na, te is csinálj egy kis doktor Kotya. Doktor Kotya! Andris? Andris? Mit kell mondanom? Doktor Kotya! Érdekes, erre nem emlékszem. Orbán volt moziba a Mon Parkba, és kinyitottak neki egy külön kasszát. Eddig teljesen természetes a dolog, semmi bajom nincs vele. Miért? Miért? Neked nem havasnak nem nyitottak? Nekem is van, nem nyitottak ki külön. Nem is járok moziba, de nem nyitottak. Na, de ez egy multiplex mozi, most felolvasom nektek. Klervoz is multiplex mozi. Nem, hogy milyen filmeket adtak, hogy próbáltok megtippelni, hogy melyiket néztem meg, jó? Na. A Karib-tenger kalózai. Olasz meló, amerikai pite, Terminátor 3, a mindenható. A mindenható. Mi a Terminátort, miért nem? Mert abból három van életem is. A vibrátorok új generációja bekapcsoláskor köszön, és egy perc elteltével szeretlek, jó veled szavakat mond. Körülbelül két perc múlva meg horkolni kezd. Kidumáltuk, na. Menjünk tovább. De tényleg erről... Hát ez úgy látszik az én tapasztalatom csak. Na, minden. Azt mondja, megkérdeztem a feleségemet, egy tízes skálán hogyan osztályoznál engem, mint szeretőt? Azt felelte, tudod, hogy sosem voltam jó a tört számokból. Te is mondjál valamit most. Dimitrov. Egy munkahelyi szexet vizsgáló bizottság Németországban megállapította... Semmi. Csak ilyenkor szégyellem magam, hogy van egy szexes hír, és én szólaltam meg egyet. Ez mélyen azt hagyjam, de most munkahelyi szex jön. Jó, akkor te vagy a sexy maradok. Lady. Csöndben maradok. Na,
Egy munkahelyi szexet vizsgáló bizottság Németországban megállapította, hogy a munkahelyi szex leginkább az iskolákban dívik. Minden tizedik tanárnak volt már kalandja kollégával. A második helyen a bankszféra áll, a harmadikon pedig a színházak. Egy pillanat, szabad még ezt a sorrendet? Tanár, márhogy iskola, bankszféra, színház. Na, elmondom, ugye? Havas tanár úr. Én a bankszférában dolgoztam 3 évig, és itt van a 4. helyezett. Vagy ti színészek vagytok? Én igen, a többiek nem tudom, hogy vannak ez. Egyébként az én szexpartnerem az valóban az egyetemről valahogy, és a feleségem az ott dolgozik a tanulmányi osztályon, úgyhogy... Miért remeg így a hangot?